A szombathelyi székesegyházban kezdődött a megemlékezés Boldog Brenner János vértanúságáról. A fiatal káplánt 65 évvel ezelőtt 32 késszúrással ölték meg, miután elcsalták és útközben megtámadták. János testvérünk szerint ember volt, akit mindenki szeretett. De ugyanakkor éppen a szerítségével és az aktivitásával kívta maga ellen az egyház ellenségeinek a haragját. Szent beszédében Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek felidézte Boldog Brenner János életútját, kiemelve azt a sok viszontagságot, amin keresztül eljutott a papszentelésig. Ma már nem érte imádkozunk, hanem hozzá imádkozunk. Az ő közben járását kérjük, hogy mi is az ő nyomába tudjunk lépni. A szent beszéd után került sor harangozó Vilmos nyugalmazott kőszegi plébános kanonoki beiktatására, majd Székely János az egyházmegye papságának képviselőivel együtt imádkozott Brenner János koporsójánál. A megyés püspök bejelentette, a hívek kezdeményezésére imaháló indul az egyházmegye lelkipásztoraiért. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy egy éven át imádkozik egy atyáért. Mert égi tűz fog itt felé. Az egykori papi szeminárium, a mai Brenner kollégium udvarán fiatalok adtak műsort Brenner János atya emlékére. A Szent Gotthárdi Nagyboldogasszony templomban litániával és szentmisével folytatódott az ünnep. Székely János beszélt Brenner atya erényeiről, aki szerette az egyszerűséget, a szerénységet, arcáról Isten derűje sugárzott, egész életében áldozatkészség és nagy lelkűség jellemezte. Rengeteg gyermek vette körül, szerették az emberek. Egy nehéz korban, a világháború után, a kommunista diktatúra éveiben, tudott örömteli életet élni, tudta ezt sugározni. Örömben élhetünk ma is, bármennyire is fölfordult, megbojdult a világ. A világ ma is Isten tenyerén van. A plébánia templomtól gyalogos zarándoklat indult Rábakethelyre, ahol a megyés püspök megáldotta a Boldog Brenner János emlékére készült felújított piéta szobrot. A hívek végigjárták a Rábakethelytől Zsidáig vezető utat, amit vértanúságának éjszakáján János atya is megtett. A zsidai emlékkeresztnél Székely János nagy bejelentést tett. Ezen a helyen fogunk fölépíteni egy Boldog Brenner János tiszteletére szentelt templomot. A szombathelyi egyházmegye megvásárolta a telket, amelyen egykor János atya holttestét megtalálták.